A Caritas szervezet Máramarosszigeti fiókja idén is megrendezte 1 millió csillag nevű jótékonysági akcióját, melyen a Szolidaritás egyében több mint 350 résztvevő gyújtott gyertyát a Városközponti Parkjában 2013. október 11-én, pénteken. Mai nap egy nagyon fontos nap volt számunkra, nem csak számunkra, hanem azoknak is, akiknek az összegyűjtött adományunk el fog jutni. A mécseseket a helyszínen ötleges adomány ellenébe lehetett beszerezni. A gyertyák fénye arra hívta fel mindannyiunk figyelmét, hogy vegyük észre a körülöttünk élő, szükséget szenvedő fele barátainkat, figyeljünk rájuk, segítsünk nekik. A felállított asztaloknál számos a szervezet képviselői az önkéntesek által készített emléktárgyat, dísztárgyat, képeslapot, ékszert lehetett beszerezni. Nu putem să încheiem această manifestare la nivelul mondial cu toate organizațiile locale. Az 1 millió csillag azt jelenti, hogy a Szolidaritás jegyében meggyújtunk egy gyertyát. Mindegyik gyertyaláng jelképesen egy szükségben szenvedő, nehéz sorsban élő, vagy akár beteg embert jelenti. Számukra rendeztük ezt a kis előadást, és reméljük, hogy ezúttal, mint mindig, a szigeti közösség is aktívan részt vett. Köszönjük mindenkinek, akik támogatásukkal hozzájárultak ehhez a sikeres akciónkhoz. Az adományokból, a vegyült összegből a Caritas Máramarosszigeti fiókja a hátrányos helyzetű emberek, szegény családok és magára maradt töregek számára igyekszik szebbé tenni a karácsonyt. Idén Máramarosszigeten 2932 lejt adományoztak. A rendezvényt a Máramarosszigeti óvodások, kisiskolások előadása tette színesebbé, dalokkal, táncokkal kápráztatták el a közönséget. A Máramarosszigeti Dendrológiai Park a polgármesteri hivatal tulajdonába kerülhet. Béres István, a Máramarosszigeti Erdészeti Felügyelőség igazgatójának tavasszal adott interjújában ígéretet tett, hogy amint megkapja a helyi tanács jóváhagyását, elindítja a 4,6 hektáros erdőterület átirányításának hivatalos eljárását. Az eljárás lehetséges lett volna, ha cserében a polgármesteri hivatal átadott volna egy erdőterületet az erdészeti felügyelőségnek. Mivel az eljárás elindítása késett, az új erdészeti törvény a cserét már nem teszi lehetővé. A Máramarosszigeti Polgármesteri Hivatal
190 hektár erdőterületet kapott vissza. Béres István, a helyi erdészeti felügyelőség főnöke ajánlata szerint ebből cserében 4,6 hektár, annyit, amennyi a dendrológiai park területe, az erdészeti egységhez kellett volna átirányítani. Ezt a lépést már nagyon régen meg szerették volna tenni, viszont az akkor érvényben lévő törvények szerint a helyhatósági hivatalnak túl nagy átviteli összeget kellett volna az átutalt erdőterületét fizetni. Viszont most, amikor a város erdőterületeket kapott vissza, csere folytán az eljárás már nem kerül külön költségbe. Az utóbbi 2-3 hónapban eltelt időben nem történt változás avval kapcsolatosan, amit az elmúlt interjúban elmondtam a Szigeti Parkkal kapcsolatosan. Én most is felhívnám a figyelmét a polgármesteri hivatal vezetőinek, hogy a legegyszerűbb dolog, mód, hogy azt a 4 hektáros erdőterületet sajátjuknak tudhassák be, az az, hogy a megyei tanács egy új határozatával kapják meg. Az erdészeti törvény kimondja azt, hogy minden olyan terület, amelyik kiszáll az erdészetnek a tulajdonából, a fennhatósága alól, komoly kártérítésekkel jár. Több milliárdos kártérítést kellett volna fizetni a városnak, hogy a dendrópark, a 4 hektárja az ő tulajdonukba lépjen át. Ilyen módon, ha a 100 hektáros erdőterületből levennénk 4 hektárt, ami megmaradna a szigeti erdészetnek a tulajdonába, és helyettesítnénk a 4 hektáros dendróparki területtel, akkor a legelegánsabb és úgymond ingyen átszállna a park a polgármesteri hivatal tulajdonába. Én azt mondom, hogy ezt kéne szorgalmazni a megyei tanács felé és a megyei bizottság, visszaszolgáltató bizottság felé, amely egy újabb határozattal rendbe tenni ezt az ügyet, és ilyen módon megkaphatná a várost azt, ami tulajdonképpen normális, hogy az ő tulajdonába legyen. A hivatalos eljárások késlekedtek, s közben a visszaszolgáltatási törvény is módosult, így országszerte minden polgármesteri hivatalnál külön bizottságokat hoztak létre, mely a visszaszolgáltatott erdőterületeket leltározza és átadja a telekkönyvi hivatalnak. Az erdőterületek visszaszolgáltatását, átutalását, birtokba adását, a birtoklási okiratok kibocsátását 2014. március 1-ig leállítják. Az erdészeti felügyelőség által birtokolt dendrológiai park átutalásának eljárásáról tárgyaltunk a helyi hatóságokkal, amint a 200 hektáros erdőterület visszaszolgáltatásáról szóló bírósági határozatot megkaptuk. Közben megjelent a 213-165-ös törvény, mely a mezőgazdasági és erdőterületek visszaszolgáltatási eljárásának javítását szorgalmazza. A törvény szerint a területek létrehozásának időtartama alatt semmi ilyen területet nem lehet visszaszolgáltatni. A leltározási folyamat lezárása után igyekszünk a dendrológiai parkot megkapni, viszont meg kell jegyezzem, továbbra is az erdészeti törvény szabályozásait fogják képezni. A dendrológiai park területén az erdészeti felügyelőség képviselőinek felügyelete alatt kiránduló helyet szándékoznak létrehozni. Barcsai Mester és tanítványai címmel nyílt kiállítás 2013. október 10-én a Nagybányai Teleki Magyar Házban. Október 29-éig válogatás láthatnak a néhai Barcsai Jenő és tanítványai Balogh László, Deimpál és Konok Tamás munkáiból. A vándorkiállítás a Barcsai Jenő Képzőművészeti Alapítvány, valamint Kónya Márta és Ferenc Barcsai Jogtudók támogatásával jött létre, mert Felvidék után Erdély több településén mutattak be. A Nagybányai kiállítás a 15. 15. bemutatás itt van Nagybányán. Nagy öröm számunkra, hogy Nagybányára is el tudtuk hozni, ugyanis a Nagybányai iskola a számunkra is, és mindjárt a számára egy elismert, és Jenő bácsi is nagyon tisztelt és nagyon szerette a Nagybányai. Csak ha Ferencit említem meg, akkor már ebben mindent elmondtam. Számunkra nagy öröm, hogy ilyen sokan megjelentek, és ezt a hatalmas nagy kiállítást meg tudják nézni. A kiállításon a Barcsai Jenő és a három legközelebbi tanítványát vontuk be. Deimpali, Balogh László, Konok Tamán, Kossuth Diasnak.
A kiállítást Véső Ágoston Munkácsi díjas festőművész nyitotta. Véső Ágoston, aki több évtizedes kapcsolat fűzte Barcsai Jenőhöz, megköszönte a Kónya házaspárnak, hogy létrehozták a Barcsai Jenő képzőművészeti alapítványt, majd Nagybányán való jelenlétéről, annak körülményeiről és jelentőségéről tartott visszaemlékezést. Inkább a kortárs művészet és művészek iránt érdeklődött, és néhányunk műternében látogatott el. És az igazán nagy művészek szerénységével mondta véleményét munkáinkról, bátorított a kortársibb kifejezési mód elsajátítására, amiben elméleti munkáig tanulmányozva is nagy segítséget kaptunk. A tárlat megnyitó Dávid Lajos Barcsai Jenő életrajzi összefoglalójával folytatódott. Barcsai Jenő, a magyar képzőművészet nagy személyisége, 1900. januárjában született a kolozsmegyei katonatelepülésen. Édesapja katonatisztet akart faragni belőle, de őt a zene foglalkoztatta. Képzőművészeti tanulmányait 1920-ban kezdte a budapesti főiskolán, ösztöndíjjal 1926-ban Párizsba utazott, habár művészetére nagy hatással volt Cézanne, az ösztöndíj második felét Olaszországban töltötte. Árnyék hatások jellemzik, Párizs és olaszországi útjai gyökeresen átalakítják látásmódját, expresszionista stílusú képeket alkotott. Az érzelmi tartalom helyett inkább a forma kötötte le, egyre inkább a figyelmet. 1929-ben csatlakozott a Szentendrei Festők Társaságához, a nyarait itt töltötte. A főként Szentendréről és a környező tájról készített művein alakította ki sajátos stílusát, mely a konstruktivizmus egyfajta magyar változata. Körülbelül 1934-ig a széntechnika volt uralkodó munkáiban. Elővettem a szenet, nagyobb papírokat, és hónapokig más se csináltam, csak a szentendrei dombokat rajzoltam, vallotta. A korai szénrajzok után az olaj volt, ekkora tehetők a barna, fekete kontűrös, súlyos tájai. Később megtalálta számára a legkedvezőbb technikát, a nagyon visszafogott olajtemperát, melyet fekete krétával kombinált. Hogy aztán 1938 után a téma a tájról az utcaképre és a csendéletre kerüljön át, a technikában pedig uralomra jusson az olajfesték, heves ecsetkezeléssel felhordott vaskossággal. 1931 és 1945 között a Fővárosi Iparos Tanonciskolában irodalmat, könyvelést, matematikát tanított, majd 1945-től 30 éven át a Magyar Képzőművészeti Főiskola tanára volt. 1953-ban jelent meg Művészeti Anatómia című tudományos alaposságú szakkönyve, az Anatómiai Atlasz 17 kiadásban jelent meg, és Európa szerte tankönyvé vált. A tálat megnyitó Kaszta Norbert és Vári Titus zongora előadásával zárult. A kiállítás következő állomása Magyarország. Barcsai Jenő munkáit bemutatják Kecskeméten, Miskolcon, Szolnokon és Segerben, majd 2014-ben ismét a Felvidéken. 2015-re egy bécsi kiállítást terveznek. Az idei tanévben 15 éves a Nagybányai Német László Elméleti Líceum. Iskolatörténeti kiállítással emlékeztek meg az elmúlt 15 évre. Az iskola folyosóján betekintést nyerhetünk az elmúlt években elért tanulmányi és kulturális eredményekről, az iskola diákjai által szervezett rendezvényekről, különböző eseményeken való részvételekről, az iskola tanárairól, diákjairól. 15 éves idén a Németh László Elméleti Liceum. Idén azzal ünneplünk, hogy egy iskolatörténeti kiállítással emlékezünk erre az első 15 évünkre,
és hát összegyűjtöttük azokat a filléres emlékeinket, amelyeket sikerült megőrizni ebben a 15 évben. Arról, hogy hogyan alapították az iskolát, arról, hogy milyen munka folyt itt, kezdve a Németh László napoktól a történelmi vetélkedőkig, a medáliák társaságának a tevékenységéig, vagy néhány képet, leírást láthatunk a Schönherr Gyula történelmi körről, a Fülemüle színjátszó körről. Úgyhogy ez az az állandó kiállításnak szánt anyag, amit az iskola földszinti folyósóján helyeztünk el, és nem csak a szülők, se hozzánk érkező vendégek tekinthetik meg, hanem a diákok is, akik nagy szeretettel ismerik fel nagy testvéreiket, rokonaikat, azok között a diákok között, akik az elmúlt 15 év képein szerepelnek, és hát mindenképpen egy kedves emlékeztető arra, hogy milyen komoly munka folyt ebben a 15 évben az iskolában. Átadták a könyvtár olvasótermét a két könyvtár állományra, az RMDS volt könyvtárából érkezett 12 000 kötetből válogattak, és pápáról kaptak egy 4800 kötetes, értékes könyvállományt. A legújabb szerzemény egy angol nyelvű enciklopédia. A könyvtár olvasótermét médiateremnek is lehet használni, lehetőség van vetítésekre, multimédiás szövegekkel is hasznos információkhoz juthat. A diákok. Most emellett sikerült átadnunk a könyvtárunknak is egy olvasótermét, ahova szabadpolcra fölkerült két könyvtári állomány, az egyik az RMDS könyvtárból átkerült 12 000 kötet közül válogatott állomány, a másik pedig pápáról érkezett. Nekik is nagyon köszönjük azt a nagyon értékes 4800 kötetet, ami ide kerülhetett hozzánk. A legújabb szerzeményünk pedig egy angol nyelvű enciklopédia Britannica, aminek nagyon szép története is van, és mindenképpen egy nagyon értékes és a diákok számára használható olvasmány információforrás. A könyvtárunkat úgy gondoljuk, hogy médiateremként is tudjuk használni. Lehetőség van arra, hogy vetítsenek a diákok számára, így egyel bővült azoknak a termeknek a száma, ahol multimédiás szövegekkel, multimédiás lehetőségekkel is ismerkedhetnek a diákjaink. Hát most legszívesebben vagy kötelező módon, hát persze vannak ezek a amiket az osztályban tanulnak, ezek a kötelező olvasmányok, de annak ellenére vannak ilyen világirodalmi könyvek is, amit... A legújabb adomány. Hát sajnos csak ennyi könyv van vásárolva, a többi mind adomány. Ami a másik teremben is van, meg ebbe is. Szívesen jönnek a gyerekek a könyvtárba? Igen, itt telt ház van minden szünetben. Nagyon szívesen jönnek, és dolgoznak, és olvasnak, és hiába mondják azt, hogy a gyerekek nem járnak a könyvtárba, itt telt házon mindig. A nyári vakációban 5 tantermet újítottak fel. A Németh László Elméleti Líceum vezetősége tanári kara azon dolgozik, hogy különböző osztálykirándulásra pályázatokon keresztül kulturális lehetőségekhez juttassák a gyermekeket. Én azt mondom, hogy ünnepelni valunk van, mert az nagyon fontos, hogy ilyenkor együtt legyünk. Együtt legyünk létszámban is, és a szormány közösségeknek, szormány iskoláknak mindig ez a legfőbb gondjuk. Ezt, hogyha sikerül túllépni, akkor már a legfontosabb lépést megtettük, hogy létrejöttek az osztályaink, hogy a matematika-informatika osztályunk most már olyan népszerűségnek örvend, amelyet egyébként megérdemel ez az osztály, és hogy 21-en kezdhettek idén, ahhoz viszonyítva, hogy tavaly csak 9-en voltak. Úgyhogy ez a legfontosabb gondolatunk és legnagyobb örömünk, hogy ez megvan, és hogy idén 11-jel több gyermek választott bennünket, mint tavaly. És hát persze az ünneplés közepette arra is gondolunk, hogy nem csak mennyiségileg, hanem minőségileg is sokat tudjunk nyújtani a gyermekeknek.
Nagy terveink vannak, most éppen osztálykirándulásokon dolgoznak a kollégák, különböző pályázatokon keresztül próbáljuk a gyermekeket kulturális lehetőségekhez juttatni. Nagyon fontosnak tartjuk idén is azt, amit a tavaly vezettünk be, hogy kulturális rendezvényekért, programokért a gyermekeknek ne kelljen fizetniük. Azt hiszem, hogy ebben egyedülállóak vagyunk egész Erdélyben, hogy úgy próbálunk a gyermekek számára a kulturális rendezvényeket biztosítani, nyújtani, hogy ezek ne jelentsenek nekik anyagi terheket. Másrészt, hát mint minden tanévkezdéskor, ilyenkor is el vagyunk foglalva rengeteg szervezési kérdéssel, tankönyv problémáink vannak egyelőre, még teremfelújítások zajlottak a vakációban. Sikerült 5 tanterminket felújítani, kifesteni, bútorzatot újítottunk fel, és hát mindenképpen nagy eredmény az, hogy ilyen szép számmal itt vannak a diákjaink. Köszönöm a figyelmet, maradjanak továbbra is a TV Sziget adásai mellett!